A Dán Legó csoport 2014 márciusában adta át a több mint 60 milliárd forintból felépített gyárát Nyíregyházán, a bővítést pedig 2015. októberében jelentették be. A mostani tervek szerint a jelenlegi 122 ezer négyzetméteres gyár területe a forgalomtól függően akár 290 ezer négyzetméterre is bővülhet. So the size of investment, including buildings and machinery. Még a tervezési fázisban tart a projekt, de azt már látjuk, hogy ez egy 100 millió eurós nagyságrendű beruházás. Foglalkoztatás tekintetében ez azt jelenti, hogy terveink szerint 2020-ig eléri a munkavállalóink száma a 4000 főt. Jelenleg 2400 munkavállalónk van. 1600 employees, thereby reaching a total of 4000 working for the Lego Group. Ma a LEGO csoport bejelentette, hogy további fröccsöntő, csomagoló és raktár területekkel, valamint adminisztrációs és üzemeltetéssel kapcsolatos épületekkel bővíti a gyárat. A beruházással a fröccsöntő kapacitása kétszeresére, a csomagolási kapacitás pedig hozzávetőleg másfélszeresére emelkedik. Azt gondolom, nem csak Nyíregyháza, a városunk, hanem az egész térség régió számára kiemelt jelentőséggel bír ez a beruházás, több vonatkozásban is. Az első, ami talán a legnyilvánvalóbb, 1600 új munkahely, ennyi embernek biztos megélhetés a jövőben, és hát tudjuk azt, hogy a LEGO gyárban is körülbelül a dolgozók fele nyíregyházi, a többi bejár az agglomerációból jellemzően, tehát ennek a kihatása nagyon nagy. Az új beruházás kivitelezése várhatóan a következő hónapok során indul el, az új létesítmények pedig 2018-ra állnak majd készen a termelésre.